Jó napot kívánok, kedves nézőink! Üdvözöljük Önöket a Gödöllőnet TV következő adásában. Ezúttal Gödöllő politikai kommunikációról és a leendő önkormányzati választásokról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm körünkben megjelent vendégeinket, Györfi Beáta önkormányzati képviselőt, Kristóf Etelkát, aki volt önkormányzati képviselő, és Kovács Barnabást, szintén volt önkormányzati képviselő, de egyébként kampányszakértő, a politikai kommunikáció nagy tudója. Hát ez lesz a fő témánk. Mindjárt elkezdeném azzal, hogy tavasszal lesznek az önkormányzati választások, egyben az Európai Uniós választással. Ennek jelei már látszanak Gödöllő közéletében is. Ahogy mondani szokták, durvul a kampány, hiszen még el sem kezdődött. És az is látszik, hogy a negatív kampány előtérbe kerül a következőkben. Ezért a jelenlegi vendégeinket arról kérdezném majd, hogy ennek mi az oka és hogyan lehet ezzel együtt élni, de azt el szeretném mondani, hogy természetesen ebben az adásban is vártuk szeretettel a gödöllői Fidesz KDNP képviselőit, ők nem vállalták ezt a megmérettetést, illetve Halász Leventét is vártuk, ő sajnos beteget jelentett, és reméljük, hogy egy következő adásban tudjuk őt megkérdezni a tapasztalatairól. Nos, Györfi Beátával kezdjük. Mi látszik a kampány stílusából az eltelt néhány hétben, amikor a politikai szezon megkezdődött? Köszöntöm a nézőket. Hát a kampány stílusából már most látszik, hogy nem a pozitívumokra koncentrálunk, hanem ez a gyűlöletbeszéd, ami sajnos majdnem, hogy mindennapossá vált, az ránk is, meg bennünket is érint. Van olyan oldal, ahol például mindenféle logó és személyek nélkül nem lehet azonosítani, hogy ki teszi fel a tartalmakat. Egy sima családi rendezvényt olyan színben állítanak föl, ami bántó. Ugye ezt személyesen elvileg nekünk el kell viselni, tehát sokkal többet közszereplőként elviselni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek el kéne gondolkodnia azon, hogy név nélkül, megjelenés nélkül, hogy honnan származik az információ és a tájékoztatás, mit tesz föl a netre bármelyik formájában. Ugye ezt vállalná személyesen is, névvel, arccal, azokkal szemben, akik voltak egy ilyen rendezvényen, azokkal szemben, akikről állít pocskondiázva dolgokat. Nagyon nehéz kampány elé nézünk szerintem, ha ez így marad. Amiről szó van, az a Kazinci úti lakótelep családi rendezvénye, amit is mondjuk, hogy a 28 Patrióta nevű Facebook oldal nevezett kampányrendezvénynek. Ugye? Majd még beszélünk Gödöllő sajtóviszonyairól, de hadd kérdezzem Kristóf Etelkát arról, hogy ő is volt célpontja már elég kemény negatív kampánynak, akkor éppen politikai nézeteit, illetve politikai irányultságát támadták elég kemény jelzőkkel. Mit lehetett Anna akkor tenni, és hogyan élte át ezt az akkori időszakot? Hát én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Hát én ezt a nácizást, ezt két részre bontanám. Egy részről, hogy kimondottan mocskolódós, negatív hangban tüntettek föl, és ezt nagyon nehéz volt akkor megmagyarázni az unokáimnak, hogy tulajdonképpen a nagyról mit látnak és miért látják, ez az egyik. Meg ugyanígy akkor 80 éves édesanyámat telefonon hívták fel, és ő általa üzentek nekem ilyen figyelmeztető üzeneteket, és ez nem volt nyilvános, mert ezt akkor senkinek nem hangoztattam. Ez az egyik. A másik része ennek, hogy úgy gondolom, hogy csak, tehát örülök, hogy csak ilyen jellegű problémát találtak, ami végül is nem volt egy valós ok, és csak ezt tudták ellenem fölhozni, és ezt meggyőződésem, hogy ez nem is kimondottan ellenem, hanem ez egy mocskolódó kampánycélt szolgált ez az egész, és nem kimondottan ellenem zajlott. De ezt szerintem mindenki nehezen élné meg. És hogyha... lehetett tenni valamilyen lépéseket akkoriban az ellen, hogy valakit nyilvánosan nácinak nevezzenek?
jogilag, vagy a kommunikációs szinten? Hát tulajdonképpen még most is folyik egy per, már 4 éve folyik ez a per, és most talán novemberben lesz megint egy tárgyalás, arra szeretnék én is elmenni, meg szembenézni azzal, aki tulajdonképpen nem is ismernek, és mégis ezt hozták föl. És az egészben egyébként számomra az ijesztő inkább az, tehát vannak emberek, akiknek ha az arcukba tolják ezt a nem valós dolgot, azt elhiszik, mert ezt látják a plakáton, és nem néznek utána, hogy valóban mi történt, vagy valóban ki vagyok én. Úgyhogy nekem inkább ez volt az ijesztő az egészben. És másik ijesztő dolog, hogy a negatív kampány sokszor célra vezető, ugye? Tehát azért ennek lehetnek eredményei is. A gödöllői baloldal is használt hasonló eszközöket, mondjuk Gémesi György polgármester. Emlékszem rá, lehetséges. És inkább azt talán elméletileg, hogy hol a határ, meddig lehet elmenni, van egy ilyen szabály? Ugye mint mindennek, ennek is két oldala van. Az egyik az, amit említettek előttem, hogy ugye a törvény az nagyon-nagyon-nagyon szélesen nyitja a negatív kampány üzenetek, akár a rágalmazásnak a lehetőségét. Tehát bizony ugye a szólásszabadság úgymond nevében nagyon csúnya dolgokat lehet csinálni, ha közszereplő nyugodtan rajzolhatok az ügyvédnőnek bajusz szakát, meg nem tudom, és felrakhatom Facebookra. Tehát nem a törvény egyrészt ezt csinálja. Például csak említem, hogy tegnap néztem egy dokumentumfilmet, a 2008-as válságról szólt Amerikában, és ott ugye az történt, hogy a nagy bankok meg minősítő cégek ugye megbuktak, és például egy héttel a krízis előtt is még 3 más, tehát befektetésre javasolt minősítéseket adott ki nagyon nagy nevű komoly cégek, és ugye arra hivatkoztak, hogy hát ez csak vélemény, és a vélemény szabad, tehát lehet ilyet mondani, miközben 700 milliárd dollár veszteséget okoztak. Tehát egyrészt a törvény ezt megengedi. Kérdés, ugye, hogy akkor most a vélemény és szólásszabadság, mert ugye ha én a szerkesztő úrról rossz véleményem van, akkor azt én miért nem mondhatnám el, ez a véleményszabadság is, hogy ilyen határt én személy szerint nem látok, hogyha a személyes életét meg nem tudom, mit nem fenyegeti, akkor szerintem a törvény nem húz határt. Igen, valóban, ugye én már lassan 30 éve csinálok kampányokat, ugye ahogy említettem, Ulaanbaatartól Birminghamig vettem részt kampányba, de főleg itthon, és a másik oldal az éremnek az pedig az, hogy egyrészt ugye mindig szoktuk mondani, hogy a politika, a politikus, akár a városvezetés semmi extra, tehát az is egy normál munkakör, jó kell csinálni, tisztességesen és kész. De másrészt azért a politikának mégiscsak vannak olyan sajátosságai, ami a normális dolgoktól elkülönbözteti. Például egyik ilyen, hogy a politikában a második hely, mondjuk egy körzetben, vagy az ezüstérem, az gyakorlatilag kuka, nulla. Tehát nem az van, mint az olimpián valaki ezüstérmes, azért büszke lehet még az unokája is. Vagy mondjuk a Pepsi Cola köszöni szépen, jól el van azzal, hogy ő, nem tudom, 30%-kal csak második a piacon, rendben vannak. Na ilyen a politikában nincs. Ezért aztán sokkal keményebb, élesebb és durvább eszközöket használnak, mert nincs kézfogás a dobogón, és azt mondani, hogy második lettem, büszke vagyok rá, csak az első nyer. Azért valamennyi határ van, és az előbb hallhattunk egy perről, ami zajlik, tehát azért a jog valamit, és hadd hozzak szóba egy másik pert, egy másik büntetőpert. A gödöllői kampányban korábban történt egy ilyen plakátrongálási ügy, ahol obszén megjegyzéseket, illetve önkényuralmi jelképeket, konkrétan horogkeresztet tettek fel a Lokálpatriota klub plakátjaira, és hát ebben az ügyben ugye azóta is először egy nyomozás, aztán egy vád, aztán egy pótmagánvád, ha jól tudom, és jelenleg bíróság előtt vannak azok a vádlottak, akik ezt megtették. A legutóbbi önkormányzati ülésen is szóba került ez a téma, akkor egy SMS-t említettek. Az SMS-t az konkrétan így szól, hallod, nagyon cink van, mi ez, mi a gáz, Vécsei volt apánál, és mondta, hogy megvan az önkormányzatnak a rendszámom.
Hát ez, azt hiszem, ez az egyik olyan fajta bizonyíték, amivel a bíróságra lehetett vinni ezt az ügyet. Szerepel benne egy vécsei családnév, hát ugye elég világos, hogy kire gondolnak. Györfi Beáta követi, mint jogász és ügyvéd ezt az ügyet, bár nem ő a sértetti képviselő, jól tudom, de hol tartunk ebben az ügyben, mikor a várható ebben döntés? Hát nem mondanám, hogy minden kérdésre tudni fogok választ adni neked, de mi vagyunk a sértettek, tehát az Etelka is, tehát hogy ez a Lokálpatrióta Klub tette a feljelentést, nem csak mi tettünk feljelentést, más is tett, és az eljárások ebből indultak el, és amiről beszéltek a többiek, hogy ijesztő, az igen, ez nagyon ijesztő és félelmetes, hogy itt egy olyan sorozatról van szó, ahol 20-nál több plakáthelyről beszélünk, és készült kamerás felvétel az elkövetőkről, az autóról, ezt meg lehetett nézni egyébként az interneten, kint voltak, azonosíthatóak legalábbis az egyik elkövető, nem szeretnék pedig rüdikálni semmiképpen, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye a pernek, de fölhívja a figyelmet egy rettenetesen dologra, hogy ez ki volt találva, ez gondosan meg volt tervezve, ez olyan emberek tették, akik ismerik a szereplőket, olyan megrendelő volt, aki pontosan tudta, hogy hol vannak kamerák a városban, akár önkormányzatiak, akár ipariak. És ki volt találva, hogy melyik éjszakára történjen, mikor van a legkevésbé mozgás a városban, tehát hogy ez a félelmetes. Tehát én egyébként abban nem értek egyet, hogy a másodiknak semmi se jár, vagy semmit se visz, dolgozhatna pozitívan, csinálhatna dolgokat, és akkor fel lehet nézni a kampány nem egy negatív dologra, hanem az értékekre, amit teremt, vagy amit meghonosít. Tehát, hogy itt én nekem ez a félelmem, hogy ezt látom visszaköszönni ezekben a mostani momentumokban, hogy gondosan megtervezett, negatív, lejárató kampányról beszélünk, ahol az még hír, hogy ezt elkövették, bizonytalan az elkövető persze, mert ugye nyilván akkor van elkövetve, amikor még nem lehet ennek utána menni, viszont az teljesen egyértelműen látható, hogy mindannyiunkat, akik a plakáton szerepeltünk, azokat lenáciztak. És ez a legkisebb dolog ebben, és azért ezt megengedni, ezt megrendelni, hát azért ez azt gondolom, hogy ez borzasztó. És az önkormányzati képviselők, azok lehet, hogy településpolitikát folytatnak, úgymond, de nem nagy politikát folytatnak. Tehát ők ennek a 33 ezer plusz ennek a másik 100 ezer környéken lakónak az életét szeretnék jobbá tenni, és a legjobb tudásuk szerint dolgokat megszervezni, és az idejüket, munkájukat, családjukat bevonni ebben, mert ez így szokott lenni. És ehhez képest a másik oldalon meg így látsz egy ilyen plakátrongálást, amit feldolgozni se vagy képes szerintem. Nem, hogy unokák meg nagymamák, egyszerűen szerintem a normál, átlag életkorú átlagember sem. És ebből következik egy érdekes kérdés, hogy a helyi politikusok mennyire pártpolitikusok? Hogy kell rájuk tekinteni, Barnabás, mint képviselő akkoriban, mennyire voltál a párt embere, és mennyire voltál egy gödöllői polgár? Hát ugye, mielőtt erre válaszolnék, az egy mondatot engedj meg, hogy én értem, és egyet is értek mindennel, amit elmondtál, de hát ha ez egy szakmai beszélgetés, akkor ez a, nem is tudom, valami kedves jelzőt neveznék, tehát egy kicsit puha vagy megközelítés, tehát nem erről van szó. Ezt tudomásul kell venni, az a politika, ez egy ilyen műfaj, hogy ott bizony vannak negatív kampányok, amit természetesen megterveznek, hát ki az a buta, aki tervezés nélkül csinál. Néha, amikor felkészítőt tartok el, bemutatom a John McCain-nek, ha emlékeztek még rá, volt egy ugye elnök jelölti próbálkozás és kampányban, és hogy ott milyen negatív kampányok folytak, és milyen megtervezett, szerencsétlen, ugye Vietnámban volt hadifogoly évekig, ki akarták cserélni, és azt mondta, hogy nem, mert azért, mert ő tábornok, akkor tessék eltébe a katonákat. Tehát teljesen ilyen szempontból szinte azt mondani, hogy tökéletes ember volt, és hogy mit műveltek vele, hát az tényleg tankönyvbe illő. Tehát ezt nem fogjuk tudni megúszni, amíg a törvény engedi, és szabad. Nyilván horogkeresztet nem rajzolunk egy plakátra, mert az egy másik műfaj, de az azért megengedhetetlen, nem pedig azért, mert az adott jelöltet támadják, sajnos ez benne van. Hát emléksz,
emlékeztek, nem vagyunk már tinédzserek, hogy milyen szórólap kampány volt, ugye, nem is tudom melyik, már, melyik évben, aminek ugye rendőrségi vizsgát indult, megtalálták a gyerekeket, akit szórták, akik is mégse lett belőle semmi, egyszer csak elhalt. Pedig ott is, amiket mondjuk állítottak arra a szórólap, ugye a polgármester előttől, hát az mondjuk nem volt. Ez az egyik. A párt kérdés, az is nagyon izgalmas kérdés itt Gödöllőn szerintem, mert azon kevés település közé tartozik Gödöllő, aki elég jól el tudta adni a saját lakóinak azt, hogy pártpolitika mentes a várospolitika, hogy akkor ugye nem foglalkozunk pártokkal, hanem mindenki helybe, de hát ez nyilván nem így van. Ez nyilván nem így van, mindenkinek megvannak az összeköttetési csatornái, nem is lehet, hiszen nem egy elszigetelt hely Gödöllő, hanem minden összefügg mindennel. Ugye látszik, hogy jön a jövő évi kampány, szerintem nem tavasszal lesz, hanem nyáron, de mindegy, június 7-ét csatolnék, 9 tessék, hogy látszik ugye a legutóbbi testületülésen, amit említetti szerkesztő úr, hogy ugye már az már ilyen pártpolitikai volt a beszámoló, abban olyan üzenetek, mondatok az izébe, tehát nem lehet úgy tenni. 10 000 alatti településeken még úgy, ahogy lehet, de ott se nagyon, de például az, hogy Gödöllőn az elmúlt 34 évben talán egy, lehet, hogy kettő független képviselő volt a testületben, 34 év alatt, valamikor az legelején. Tehát nem lehet, szervezet kell mögéd, és ez a szervezet ugye a törvény előírásoknak megfelelően lehet ugyan egy civil szervezet, de hogyha ő sikeres akar lenni, és mondjuk a lokálpatrióta klub sikeres, ezt nem lehet, akkor pártként kell neki működni. Most azt mondom, hogy helyi pártként, de úgy kell neki működni, nem tud másképp életben maradni. És az, hogy lehet második valaki is dolgozzon, hát ez nagyon jó hangzik, és persze egyet is kell vele érteni, de a valóság az. Ugye jogilag nem párt egy ilyen szervezet, de ezek szerint úgy kell működnie, mint a párt lenne, olyan hát belső kohenciára. Mindenképpen, hát persze, tehát nem lehet. Az nyilvánvaló, és ebben mondjuk nekünk, én sose kaptam, amikor képviselő voltam 17 évig, sose kaptam olyan utasítást, vagy felkérése a pártból, hogy mit csináljunk itt Gödöllőn, hanem szabad kezet adott. De azért mégis a működési rend, hát ugye civil szervezetként van deklarálva talán a törvényben is a párt, nem, tehát ugyanaz vonatkozik rá, úgy kell működni, ha sikeres akar lenni, különben nem. Láttuk az előző választásra, amikor civil szervezet próbálkozott, és hát ők nem úgy működtek, hogy teljesen eredetlen. Ugye érdekes folyamat látszik ebből a szempontból a Fidesz-KDNP képviselőinek a körében, akik ennek a jelölő szervezetnek a képviselőiként ülnek ott, viszont mintha elég erősen távolodnának el a Fidesz logótól. Úgy látszik most az október 6-i koszorúzáson is, hogy ők gödöllői ellenzéki képviselőként koszorúztak, és nem Fidesz képviselőként, és többször elmondják ott is, hogy ők a saját civil szervezetüket képviselik. Ennek milyen hatása lehet majd a gödöllői kampányban? Lehet-e ezeket a politikusokat, vagy másokat tényleg függetlenként, vagy civilként tekinteni? Kérdeni ezeket el? Én még az előzőhöz szeretnék hozzászólni ahhoz, hogy mint pártpolitikus, mert én tulajdonképpen a 9 év alatt a Jobbik képviseletében kerültem be, és én úgy gondolom, hogy a 9 év alatt, mint pártpolitikus soha nem tettem olyan dolgot, amit nem úgy éreztem, hogy Gödöllő érdekében teszek, és amit én úgy éreztem, hogy most ha a lokálpatrióták tették fel, és ha egy kicsit különbözött is attól, amit esetleg a párt elvárt, mert persze nem kaptuk írásba azt, hogy mit kell csinálni, de azért volt egy elvárás a párttól, attól én nem a szerint, hanem akkor mondjuk én például a lokálpatrióták mellé álltam, mert én úgy éreztem, mint hagyományokat tisztelő konzervatív ember, én valahol úgy éreztem mindig, hogy így, tehát afelé, a párt felé közelítek, aki egy kicsit megközelíti az én értékrendemet. Tehát én még az előzőhöz csak ennyit szerettem volna fűzni. Barnabás akar valamit? Azért, mert ugye ez egy nagyon jó kérdés, amit a szerkesztő úr felvetett, és szerintem az történt, amit említettem, hogy a Fidesz is
lassan felismerte azt, hogy Gödöllő ebből a szempontból egy kicsit kivételes város, ahol a pártoknak az elfogadottsága a helyi politikai életben az egy kicsit távolságtartós a szavazóktól, tehát hogy nem biztos, hogy pártpolitikai módon lehet mondjuk egy helyi önkormányzati választást megcsinálni. Ugyanakkor persze a helyi önkormányzati választás most különösen abszolút pártpolitika, mert azok a pártok, akik itt a helyi önkormányzati választáson jövőre nem tudnak fölkerülni a politikai palettára érzékelhetően, azok mennek a kukába. És ugye Európa parlamenti választás van, nyilván minden pártnak szüksége van a helyi aláírásokra és szavazatokra, tehát nem lehet csak úgy tenni, mintha itt most ez történne, mert a pártoknak egyrészt élethalálharc, különösen a kisebbeknek, másrészt. És ugye szerintem még egyszer az történt, hogy felismerte a Fidesz, hogy egy picit másképp kell. Még abban sem vagyok biztos, hogy pártként fognak indulni. Vannak is ilyen. És ugye még egy utolsó mondat, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye a legutóbbi választáson, amikor ugye kijött a miniszterelnök ide Gödöllőre, emlékeztek, és egy kifejezetten pártpolitikai nyilatkozatot meg tett oda, hogy ott mi lesz, ezzel gyakorlatilag lábon lőtte a helyieket, és nyilván nem lehet tudni, de azért elég nagy pénzzel mernék fogadni rá, hogy a választást befolyásolta ez a miniszterelnöki kijelentés negatív irányba, és az is lehet, hogy ha ez nem történik, akkor nincs meg a többsége a KPT-otáknak. Felismerték végre, gondolom. Nekem a feltett kérdés is érdekes, de az előzőre visszautalva nagyon más a két ciklus, amiben én dolgozom. Tehát én a 14 előtti ciklusra azt tudom mondani, akkor együtt dolgoztunk, ugye a KDNP, a MSZP, a Jobbik képviselőivel. Én azt láttam, hogy Gödöllő volt az első, tehát hogy ott nem volt, és munka volt. Tehát hogy a gördülékenyen ment, bizottságokban dolgoztunk, adhok bizottságokban dolgoztunk, amikor arra volt szükség. Tehát én azt láttam, vagy azt értem, ugye nem tudtam, hogy az milyen, mert nekem előtte nem volt tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Most 19-ben a választás után azt érzékelem, hogy bármilyen logóval is, tehát akár Fidesz, KDNP, akár szövetség, ezért-azért. Azt gondolom, hogy én a munkát nem látom. Tehát, hogy sokkal, sokkal nehezebb, sokkal nehézkesebb, a jó dolgokat is, ami a napnál világosabban előre viszi a várost, azt is nagyon nehéz. És persze van, amikor könnyebb, tehát akár megszavazni is bizonyos előterjesztéseket, akár bizonyos programokat, és akkor később, néhány hónappal, néhány évvel később meg kapjuk negatív kritikaként, hogy azt miért kellett. Miközben egyébként megszavazta a másik oldal is. Tehát nagyon-nagyon furcsa ez nekem nagyon furcsa, tehát én lehet, hogy egy ilyen klasszikus nevelést kaptam, hogy így az értékeimet azt így tartsam, hogy kordában és tiszteletben is azt szerint haladjunk, illetőleg a mostani koszorúzás. Én teljesen meg voltam ezen rökönyödve, mert nem tudok vele mit kezdeni. Annak ellenére, hogy én azért viszonylag már most így kezdtem megismerni a szereplőket, és nem gödöllői ellenzékként, hanem az ellenzéki képviselőcsoport tagjaiként koszorúztak egy gyászünnepen. Egy olyan gyászünnepen, ami vitathatatlanul a nemzetnek, akárhol, melyik országban él egy magyar érzelmű ember, annak azért ez egy gyász ünnep. És nekem nagyon furcsa volt, és ugye ezek a megemlékezések, meg ünnepségek, ezek mindig egy picit ilyen olyan, mint otthon, amikor születésnapot ülünk, hogy mindenki kicsit félreteszi a családban lévő ellentéteket, de hogy én azt éreztem, hogy különösen az előző napi testületi ülés után, ahol a Vécsei képviselő úr beszámolt az előző tevékenységről, meg az előző évekről 2010-től 23-ig, és egyébként hát boldogság volt látni, hogy Gödöllő mennyi mindenben fejlődött, tényleg. Tehát sokan biztosan követték azt a beszámot, aztán a testületi ülés további részeit. Tehát nekem ez annyira ellentmondásos volt az előző nappal kapcsolatban, hogy talán igen, Barnának van igaza, hogy vannak helyi fontosságú kérdések, ahol meg kell változtatni a stratégiát, mert láthatóan nem jó irányba megyünk, de közben van egy országos stratégia, ami meg rányomja a bélyegét akár a mindennapjainkra is. És nem mindig jól nyomja rá, azt gondolom, sajnos. Csak Kovács Barnabás egyik felvetését kérdezném meg, hogy a Lokálpatrióta Klub bár nem párt, de tényleg pártszerűen működik? Én nem
nem gondolom, hogy pártszerűen működünk, inkább azt gondolom, hogy szervezetten igyekszünk működni. Tehát, hogy igyekszünk a hagyományainkat, a rendezvényeinket, a programjainkat úgy meghirdetni, bárki számára elérhető módon egyébként, tehát ez meg a másik része, hogy ott érdemi párbeszéd, vita legyen, megkonzultálva gyakorlatilag Gödöllő város lehető legtöbb polgárával azt, hogy merre menjünk, nagy kérdésekben, kisebbekben is, és hát nem tudom, hogy milyen pártszerűen működni, mert nem voltam pártagja, tehát így nagyon érdekes kérdés ez, de a szervezettséget nézzük, meg az értékeknek a komplexitását és egyedülségét, akkor ez egy fontos dolog számunkra, igen, hogy ezen értékek mentén csináljunk mindent. Az értékekkel kapcsolatban kérdeznék egy dolgot, ugye Gödöllő azért az elmúlt 30 évben eléggé egy ilyen jobboldali, konzervatív város képét festi fel, sőt, hogyha visszamegyünk a második világháború előtti időszakra, akkor meg nagyon határozottan egy ilyen konzervatív, jobboldali város volt. Mi lett Gödöllőn a baloldali gondolattal? Ugye a legutóbbi választásokon a baloldal a Jobbikkal összefogva indult el a gödöllői önkormányzati választásokon, és nem érte el azt a szükséges küszöböt, ami kellett volna ahhoz, hogy képviselőt küldjön az önkormányzati testületbe. Hol tartunk azóta a baloldallal, a progresszióval, vagy milyen helyes szót használjak erre, ami mintha Gödöllőn nem lenne most képviselve? Igen, hát azt nem mondanám, hogy 30 évig jobboldali város volt Gödöllő, mert azért mondjuk amikor Körösfői László ugye 94-ben megnyerte a körzetet, akkor egyértelmű elsöprő baloldal is MSZP-sként indult. Zárójelben jelzem meg, hogy a Laci bácsi egyszer jelentkezett a Lokálpatrióta klubban, mint tag, és hát mondta neki a polgármester, hogy talán nem kéne. Úgyhogy, na mindegy. Tehát ez az egyik megjegyzésem, vagy mondjuk 2006-ban, amikor a Fogarasi Valival ugye sikerült legyőzni a politikai pályafutása csúcsán lévő Gémesi Györgyöt, ugye MDF alelnök, polgármester, olimpia, blablabla. És az országgyűlési választás. Arról beszélek. Hát ugye az a baloldali gondolat, meg jobboldali gondolat, meg a helyi választás, ahogy már is mondta, ugye az egy kicsit más. Azért azt sem mondanám, hogy a baloldal vesztette el 2019-ben, hiszen pont szerkesztő úr mondta, ugye, hogy az MSZP a Jobbikkal együtt akár. Ez egy, szerintem ez egy nem volt egy okos politikai döntés, és hát tulajdonképpen a helyi Jobbik és ETEK azért ebben benne van, meg kell mondani, mert ugye közösen indultunk, tehát a bejutási küszöb magas lett, és ugye az történt, nyilván megvoltak ennek az okai, én ezt nem is firtatom, hogy megkötöttük a megállapodást a választókerületi Jobbikkal, mert az volt az például egy pártutasítás volt, hogy akkor tessék közös ellenzéki listákat csinálni, és ugye a helyi Jobbik megkifarolt, ez a bohóc sapkát rárakta erre az egészre itt Gödöllőn, és nem lehetett vele mit kezdeni, ezt tudomásul vettük, nem örültünk neki. Tehát ez a helyzet, hogy emiatt történtek ilyesmi dolgok, hát meglátjuk, hogy a következő időszakban mi lesz. Szerintem a baloldali gondolat, amit egyébként én nem vagyok a Magyar Szocialista Pártnak tagja, mert úgy gondolom, hogy a jelenlegi vezetés az nem teljesen azt képviseli, amit én gondolok szociáldemokrata gondolatnak. Nem véletlen, hogy mondjuk például a DK erre azonnal ráugrott, és most szociáldemokrataként próbálnak politizálni, tehát meglátták a piaci részt. Úgyhogy szerintem majd ki fog derülni, hogy mi lesz. Mondom, mindenképpen benne lesz a pártpolitika, ezt nem lehet megúszni, mert a pártoknak élethalál kérdés a jövő évi önkormányzati választás. Ötelka nyilván rálát a Jobbiknak a történetére, hallgassuk meg a véleményét erről. Igen, hát Barnához szeretném hozzáfűzni azt, hogy tulajdonképpen nem a helyi Jobbik hátrált ki ebből a szövetségből, hanem mikor ez megköttetett, akkor mondjam azt, hogy nekem ez már sok volt, és én léptem a Jobbikból ki. Te voltál a helyi Jobbik. Még talán a mai napig is vannak Jobbik tagok, az, hogy van alapszervezet, vagy nincs, az egy más kérdés, de tulajdonképpen erről helyi szinten engem a választókerület, sem a Jobbik nem kérdezett.
Tehát én úgy gondolom, hogy ha vittük a hátunkon gödöllőn a Jobbikot, akkor nekünk is lehetett volna beleszólás, hogy ez a szövetségnek meg kell leköttetni ahhoz, hogy a lokálpatriótákkal szembe, vagy pedig, és ezzel támogatva a Fideszt, mert én nekem az volt akkor a meggyőződésem, hogy ezzel a szövetséggel a Fideszt támogatjuk. És én ezért, igen. Ekkor hátráltam ki a Jobbikból, ekkor hagytam ott, és léptem ki a pártból. Én, és nem a Jobbik. Tehát én ennyit szerettem. Én ugye nagyon érdekes, nagyon izgalmas egyébként, amit ugye meghallgathatunk akár a Barnától, akár az Etelkától, mert nagyon-nagyon pontosan mutatja, hogy a pártpolitika az egyel feljebb szinten van. Tehát nem magasságaira, hanem hogy rálátásilag ők országos szinten nézik, megyénként vagy területenként, és azt gondolom, hogy az önkormányzati választás pedig, akár a legkisebb faluról beszélünk, akár egy nagyobb városról, akár Gödöllőről, mert nyilván nekünk a Gödöllő a szívügyünk, ez helyinek kell lenni. Tehát annak kell itt lennie a testületben is, meg a politikában is, ha már annak nevezzük, mert hiszen ugye ez a szó rá, hogy akik ezt a helyi érdeket tudják és szeretnék képviselni demokratikusan. Mert nagyon nehéz dolog esetenként összeegyeztetni, látható, akár ha már most a 19-es választás, vagy bármelyik előző választást, vagy nem 19, vagy 18. 19. Ez a 19, igen. Hát, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni. És egyébként szerintem az emberben is nehéz összeegyeztetni. Egy darabig megy, hát hiszen pont a Barnabás is kilépett, meg ugye az Etelka is mondja, hogy egy darabig megy, hogy a saját értékrendedet, a párt értékrendjét, meg a célokat összeegyeztesd, és azt vidd tovább. Aztán van egy szint, amikor, na hát ezt már akkor mégsem. Uh-huh. És azért szerintem ezeket az embereket nem szabad elveszíteni a közéletből. Ez meg a másik része, hogy akik tesznek a közér, a közösségekért, a civil szervezetekben, az utcájukban, azokat nem szabad elveszíteni. Mert azoknak egy nagyon fontos üzenete van, hogy mindenkinek tennie kell a közösségére ahhoz, hogy egyébként az jól működjön, és nem a partvonalról név nélkül beírogatni bármilyen fórumra, hogy ez se jó, meg az se jó, meg amaz se jó, nem, tenni kell, ki kell próbálni, milyen megszervezni egy 10 fős, egy 100 fős, 1000 fős rendezvényt. Vissza kell gondolni, most volt az évfordulója a Jamborinak, hogy egy városnyi ember ide költözött egy hétre. Egy városnyi ember. Hogy az kiszolgálta, ez egyébként egy nagy falu volt akkor. Tehát, hogy igenis meg kell találni, és meg kell őrizni az embereket, és ezért a pártpolitika, amikor ebbe már beleszáll, akkor ott nem mindig lesz jó vége. Bocsánat, elnézést. Ugye ez az én magán véleményem, véleménynyilvánítás szabadsága van, nem megbántva senkit személy szerint. Azt szeretném, mert nagyon örülök neki, hogy igazából vitaműsor most már ez tényleg úgy, ahogy az a műfajához kell, mert egyetértek minden szabaddal, teljesen egyetértek ennek, így kellene működni, aztán persze jön szembe a realitás, mert azért az, hogy mondjuk a város polgármestere ugye pártot alapított, és folyamatosan próbál az országos politikába valamilyen módon föllépni és meghatározó lenni, annak nyilván oka van. Tehát mondhatná azt, vagy mondhatta volna azt, mint ugye az ezer szem a könyökünkön jön ki, Veres Egyház polgármestere, hogy tudomásuk veszi, mi van az országos politikában, ő csak a városán belül akar mozogni, és kész. És azért, ha megengedsz egy kritikát, ha valaki megkérdezné, hogy mondjuk mi volt a legnagyobb hátránya, vagy úgymond a nehézsége Gödöllőnek az elmúlt években, akkor én azt mondanám, hogy az, hogy Gödöllő mindig egy kicsit az országos politika, a Gödöllői vezetés nyilvánvalóan, hisz a várost ő reprezentálja, mindig egy kicsit az országos politika felé kacsingatott, próbált oda föllépni, és ez nem olyan jó, mert hogy nagyon csúnya dolog, de mégis ez a realitás, hogyha én hétfőn bemegyek egy ATV-be, és ott elküldöm a fenébe a kormányt, meg mindenféle csúnya dolgokat mondok róluk, akárhogy igaz, mert nyilván én is ellenzéki vagyok, tehát nem hordok Fidesz jelvén, nagyon nem tudnának annyit fizetni, hogy föltegyem, de hogyha ezt hétfőn elmondom az ATV-be, kedden meg benyújtok egy olyan kérelmet, ami pénz kellene a városnak, és van még egyébként 40 város,
aki ugyanezt benyújtotta, és csak 30-nak lehet adni, akkor nyilván az, aki az előző nap kicsit köpködött, akkor az nem fog mondjuk oda kerülni. Ez a helyzet, pedig ez nagy baj, mert ugye vannak objektív paraméterek, amik alapján kellene döntéseket hozni, de hát nem így történik ezt. Azért lássuk, tehát azért megint értem azt a nagyon szimpatikus, naiv megközelítést, amit de hát a valóság még nem így működik. Látjuk odáig elmenve, hogy most már a saját szemük ellenébe az emberekkel elhitettek dolgokat. Tehát azt mondja, hogy jó ez így, Magyarország jobban teljesít, nem? De aztán bemegy a boltba, és 95 forintért vesz egy tojást. Tehát, és mégis úgy érzi, hogy hát rendben van ez, mert biztos háborús infláció vagy nem. Beata okozott hátrányt a városnak a polgármester? Nagyon-nagyon döbbenetes volt számomra a Vécsei képviselő úrnak a beszámolója, mert hogy én sose adtam magam össze ezeket a mindenféle támogatásokat. Nyilván EU-s források nagyon jelentős részben, állami források és egyébként elnyert pályázatok. Nagyon sokszor éreztük úgy, hogy túlnyertük magunkat, de szerencsére nem, tehát hogy tudtuk ezt a léptéket tartani. És izgalmas, amit mondasz, Barna, mert biztos, hogy nem jó szembesülni a negatív kritikával, de szükség van a kritikára, hát te magad is mondod, és ez nagyon pozitív. Én ettől még maradhatok egy kicsit naív abban a kérdésben, hogy amit mondtál, hogy nem tudnak annyit fizetni, hogy egyetérts bizonyos dolgokkal. Hát engem elkeserít, hogy tudnak annyit fizetni bizonyos embereknek, bizonyos csoportoknak, hogy ők teljesen szembe menjenek a saját korábbi értékeikkel, a saját korábbi valóságukkal gyakorlatilag. És én ez ellen szeretnék, tehát azt gondolom, hogy ez ellen kell tenni, és Gödöllő erre egy kiváló példa, még ha nehezebb is esetenként, de nagyon-nagyon, tehát nagyon sok nyertes pályázatunk van, nagyon sok pozitív és előremutató fejlesztésünk van, nagyon nagy boldogsággal tölt ez egyébként a testületileg bennünket, mert nagyon jó volt ezt látni, és amíg hozzátesszük azt, amit a Vécsei képviselő úr kihagyott ebből a beszámolóból, akkor egészen jól festünk, sajnos az ország nem fest jól, azt gondolom, mert akár az inflációt nézem, akár a munkánk értékét nézem, az nem abba az irányba halad, mint amit reklámoznak. Kevés időnk maradt a műsorból. Etelka indult az önkormányzati választásokon 2019-ben, akkor a már említett ezüstérmet nyerte el ugye a csanaki körzetben. Mi a helyzet jövőre, indul-e képviselőként? Hát pártként biztos az életbe soha többet. Civilként elgondolkozom, hogy esetleg, mert a bennem levő tenni akarás, azt viszont úgy gondolom, hogy csak valahogy a közéletbe kellene maradni ahhoz, hogy tudjak még továbbra is tenni és segíteni. Ez egy ilyen nagyon puha igen volt, amit még nem lehet számon kérni, és ha igen, akkor ott a korábbi helyen a csanak körzetben? Hát ott lakom. Igen. Hát akkor évek óta, vagy évtizedek óta azon a környéken lakom, ott igen. És ha igen, akkor milyen színekben, ha nem párt színekben? Civil. Hogyha átgondolom, és civilként, hogyha ha indulnék. Györfi Beáta eldöntötte már, hogy megpróbálja? Igen, én érzem magamban a tenni akarást, úgyhogy a Gödöllői Lokálpatrióta Klub tagjaként, és azt gondolom, hogy ugyanabban a körzetben ez a nagyon nehéz, nagyon vegyes, Kazinci, Röges, Klibexberg, Kunó, tehát egy nagyon izgalmas körzet a miénk. Lakótelep is, kertváros is, ipari rész is. Nagyon sok pozitív dolog ér bennünket, és ezeket szerintem azt gondolom, hogy folytatni kell. Meg kell harcolni a további fejlesztésekért, úgyhogy igen. Kovács Barnabás személyében indul-e polgármesterként megint, ahogy a múltkor, vagy valamilyen más pozícióért, illetve mi lesz a baloldali pártoknak a helyzete? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem valamikor majd év végére fognak fölállni azok a rendszerek, amik mutatják, hogy kik indulnak és kiknek érdemes indulni. Ugye, ha jól tudom, október, november az a határidő, amíg a létező szervezetek maguknak adtak határidőt, hogy akkor vizsgálják meg ezeket a dolgokat. Ugye én szerintem ellenzéki összefogás, bár mindenki ugye mondja, mert szeretik az emberek hallani, szerintem ilyen nem lesz. Nem is nagyon lehet szakmailag megint, ugye akkor
értelmezni, mert a jelenlegi ellenzéki politikai pártok támogatottsága, meg egyáltalán a nézeteik olyanok, hogy abból szerintem nem lehet egy együttműködés. Az olyan együttműködés lenne, bár korrekt módon meg lehetne kötni, alá lehetne írni, be is lehetne tartani, esetleg most nem úgy, mint 2019-ben, de ez egy olyan megállapodás lenne, mint hogyha mondjuk egy kakas meg egy ló szépen korrektül megegyeznek, hogy nem lépnek egymás lábára, tehát ezt nem lehet. Ez a jelenlegi ellenzéki oldal, ez most látszik, hogy milyen, van egy ellenzéki párt, aki tulajdonképpen bekanalazta a többieket, tehát nem lesz szerintem ellenzéki indulás. Az, hogy egyébként milyen indulás lesz, hát az majd valamikor el fog dőlni. Szerintem azért mégiscsak az alap feltevése egy normálisan gondolkodó embernek, magamat mondjuk ide sorolnám, most már nem vagyok fiatal se, hogy ha úgy érzed, hogy tudnád esetleg jobban csinálni, vagy lenne, amit te hozzá tudnál adni, akkor azt érdemes elmondani az embereknek, és akkor majd kiderül. És úgy érzed? Nem tudom, hát úgy érzem, csak az a kérdés, hogy tényleg mit lehet ebből csinálni. Szerintem marketinges megfogalmazása van piacirés, pont amiről beszélgettünk, hogy ugye vannak olyan szavazók biztosan, akiknek azért van bajuk a Gödöllé fejlődéssel. Nagyon nehéz ezt bizonyítani, ez a nagy előnye egy megválasztott incumbent pozíciónak. Ugye, hogyha lenne Gödöllő itt mondjuk 20 kilométerrel arrébb, még egy ugyanilyen, ahol másképp csinálná a városvezetés, más lenne, akkor lehetne összehasonlítani, hogy melyik a jobb. Így bármit lehet mondani, nyilván amit mondanak, van igazság alapja. Biztos van valami abban is, amit majd az ellenzékiek mondanak, mondjuk a Fidesz vagy a Vécsei róla. Nem lehet eldönteni, csak akkor, ha lenne két város is, akkor meglátnánk. Hiába mondod, mert látod ott, jobban másképp csinálják meg. Ezt akarom még mondani, tehát hogy majd meglátjuk, van piaci rés szerintem, amit meg lehet célozni egy indulónak, hiszen azért van a Gödöllőn, akinek vannak problémái a helyi vezetéssel, és nyilván vannak sokan, akinek vannak problémái az országos vezetéssel, tehát egy kicsit frusztrált helyzet ez, mondjuk egy olyan elkötelezett Gödöllői, most csak egy példát mondok, aki látja, vagy úgy látja, mint a Bea, hogy ez milyen jó fejlődés, meg minden, de egyébként viseli a Fidesz jelvét, mert hogy egyébként meg nem tudom, valamilyen ok miatt így van, akkor annak azért egy elég frusztrált helyzet lehet, amikor neki dönteni kell. És egy ilyen frusztrált helyzetből azt mutatják a háztartási tapasztalatok, hogy nem olyan nehéz átcsúszni egy ezért, és akkor nem sérti se a gödöllői lokálpatrióta érzékét, se a Fidesz szimpatizáját, hanem azt mondja, hogy jó, akkor egy harmadik erőnek. És akkor ez lehet mondjuk, mint látjuk, országosan is van ilyen, hogy akkor azért van, hogy mondjuk egy ilyen kutyapárt típusú, ezért, ami nagyon szimpatikus, jó pofa, meg kreatív, mint egy 8%-ot el tud érni. De ugye effektíve ez semmit nem jelent, mert ilyen típusú párt egyébként több helyen létezik, és vannak is százalékos. De amikor azt mondják, hogy jó, akkor most ott vagy a parlamentben, és akkor csináld. Az egy nagy kérdés lenne. És ez a frusztráció az, ami szerintem nekik ilyen támogatottságot hoz, és erre való normális kampánya, meg lehetne szerintem piacirés Gödöllőn is egy harmadik erőnek. Hát vendégeinknek köszönjük szépen, ugye eredményhirdetésről, jövő évi választásról, igen, valószínűleg talán így lehet legjobban összefoglalni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Önöknek köszönjük a figyelmet, találkozunk a Gödöllőnet TV következő adásában. Viszontlátásra!